Közös megegyezéssel szerződést bontott a futsal válogatott szövetségi kapitányával, a spanyol Tomás Rivera Amorossal, az MLS utódja, a haladás vezető edzője lett, aki az idény végéig klubjánál is alkalmazásban marad. Turzó Józsefet Skype-on köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Mennyire jött váratlanul ez a felkérés, vagy mennyire lehetett azért erre már számítanod? Hát ugye előtte megjelent a sajtóban, hogy vannak ilyen hírek, irányultságok, de engem még nem keresett meg az MLS, úgyhogy akkor még, úgyhogy mindenképpen váratlanul jött, de nagyon nagy örömmel fogadtam el a felkérést. De azért elgondolkodtál rajta, tehát amikor ezt hallottad, hogy most nem úgy alakult, ugye nem jutott ki a csapat az idén, akkor így megfordult a fejedben, hogy esetleg milyen jó lenne? Mindenképpen azért egy edzőnek a vágya az, hogy legfelsőbb szinten tevékenykedjen, de hát ez csak egy álomvágy volt még akkor, úgyhogy ilyen konkrét dolgok nem fogalmazódtak meg bennem ebbe az időszakban. Ugye azt mondtad, hogy mindenképpen a haladással szeretnél ebben az idényben még végig dolgozni. Mennyire mehet ez a kettő együtt? Hát nem egyszerű a feladat, hiszen most is elindult már az utánpótlás válogatott, U18-as válogatott összetartása. Ugye mindenki tudja, az edzőképzésben is részt veszek, a haladásban egy nagyon komoly projekt épül, halad a profizmus felé a klub, úgyhogy igazából úgy gondolom, hogy mind a két feladat egész embert kíván, egy ilyen rövid ideig mindenképpen elvégezhető, de mivel nagyon sokan ismernek, hogy maximalista vagyok, és szeretnék mind a két helyen helytállni, ezért úgy gondolom, hogy nagyon nehéz és szinte lehetetlen lenne ezt megoldani. Amikor a kupadöntőre készültetek egyébként a csapatoddal, akkor mennyire volt ez már a levegőben? Akkor már tudtad, hogy itt majd jöhet egy ilyen váltás? Igen, hiszen előtte már én tárgyaltam az MLS-szel, és ugye a kupa előtt szerdán ki volt az MLS honlapján hirdetve, hogy én vagyok a szövetségi kapitány, úgyhogy mindenképpen a kupa előtt már tudtam. De igazából ekkor még nem foglalkoztam el, hiszen mindenképpen szerettem volna meghálálni a haladás vezetőjének azt a bizalmat, amit belém fektettek, úgyhogy mindenképpen csak a kupára koncentráltam. Az, hogy te nem foglalkoztál vele, ez egy dolog, de az biztos, hogy a vezetők és a csapat tagjai azért biztos, hogy járatták ezen a fejüket. Hogyan fogadták egyébként akár a csapatod tagjai, akár a vezetők? Ugye, mivel mondtam, hogy előtte már megjelent a sajtóban, ezért a játékosokat úgymond nem érte annyira váratlanul, tehát egy-egy gratulállal letudtuk. A vezetők pedig úgy szintén a kupára koncentráltak, úgy gondoltuk, úgy beszéltük meg, hogy a kupa után fogunk beszélni a továbbiakról. Mindenképpen egy kicsit sajnálták a dolgot, de köszönettel tartozom nekik, hogy ilyen könnyedén belementek abba, hogy én a válogatottnál tudjam folytatni a pályafutásomat. Ugye azért a haladás egy nagyon jó csapat, meg is nyertétek végül is ezt a kupadöntőt is. Nem nehéz ilyenkor a váltás? Vagy hát azért olyan régóta nem vagy még ennél a csapatnál, tehát nem lettek volna még terveid itt? Mindenképpen, amit mondtam, hogy itt egy projekt épül, aminek egy részébe bekapcsolódtam. Nagyon nagy bizalmat kaptam, amit mindenképpen szerettem volna meghálálni. Hosszú távon terveztem én is és a vezetők is. Remélhetőleg ez a projektnek, ez a kupagyőzelem, hogy a kupát nyertünk, nem a csúcsa, hanem egy része, és ugye nincs vége a bajnokságnak, én azért szeretnék szépen búcsúzni, remélhetőleg nagyon nehéz, de ez remélhetőleg sikerül bejutnunk a bajnoki döntőbe. Mi az, amit ilyenkor már fejben másképp kell csinálnod? Azért gondolom, amikor csak mondjuk a bajnokságra koncentrálnál, akkor az egészen más fókusz. Azért most már ugye említetted, hogy milyen, akár az utánpótlásnak is milyen felkészülési mérkőzései vannak válogatott szinten. Mennyire kell ilyenkor megoszlani a figyelemnek? Hát mindenképpen nehezebb a feladatom. De ebben az időszakban sokkal többet dolgozva, odafigyelve, és azért olyan munkatársakat kiválasztva, akik ebben segítenek, úgy gondolom megoldható a feladat egy ilyen rövid távon. Mit kellene elérni a válogatottal, vagy mi lenne az, amit te ott is akár hosszú távú célként fölállítanál? Hogyan építenéd fel? Mi az, amit látsz, hogy azon változtatni kellene? Hát igazából, ugye, amiről beszélgettünk, hogy most megtörtént egy váltás, talán azért történt az MLS részéről ez a váltás, hiszen egy év múlva van tétmérkőzés a VB-selejtező, és 4 év múlva van EB. Úgy gondolom a VB-re nagyon nehéz kijutni a magyar válogatottnak, de mindenképpen el kell kezdenünk egy építkezést úgy, itt az építkezésre, fiatalításra, azok a játékosok megtalálására, akik nemzetközi szinten helytállnak, gondolok a következő időszakban.
ez az időszak áll előttünk, hogy a VB-selejtezőn legalább a playoffot elérjük, és ki tudjunk jutni az EB-re. Igazából a válogatott szinten meg kell tartani egy egyensúlyt. Nagyon fontos az eredményesség, és közben építkeznünk is kell. Remélhetőleg ezt az egyensúlyt én és a kollégáim meg fogjuk találni, ami nem lesz egyszerű. Ha már egyensúlyról beszélsz, mennyire tud ebbe az egyensúlyba segíteni, vagy mennyire segíthetne Drót Zoli? Vissza tudod-e csábítani a válogatotthoz? Igen, szerencsém van, hiszen a Drót Zoli játékosom, és azért el kell mondjam, hogy ma reggel 6-kor megszületett a kislányuk, hogy ezúton szeretnék neki gratulálni. Hát akkor gratulálunk mi is gyorsan. Nagyon sokat tud segíteni a Zoli, hiszen nagyon meghatározó tagja ennek a válogatottnak. Vele sokat beszélgettem, vissza fog térni a válogatottba, ugye most könnyebb helyzetben van, hiszen itthon van, nálam van, kezem alatt dolgozik, itthon él a családdal. Nyártól, mikor visszamegy Kajratba, egy kicsit más lesz az ő helyzete is, de mivel mondtam, hogy nincs annyi tétmérkőzésünk, ezért fontos lesz az, hogy olyan játékot sokat is beépítsünk a csapatba, akik tudják pótolni Drót Zolit, és ne egy személyes csapatot építsünk, hanem egy igazi egységet, aki nemzetközi szinten helyt tud állni, ami nagyon nehéz lesz. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire tudsz a fiatalok közül meríteni, mennyire van lehetősége ebben, hogy akár ebben az évben, hogy amikor nincsen tétmérkőzés, akkor egy kicsit keresgélj és egy kicsit beépítsed ezeket a tehetséges fiatalokat. Most van ennek az időszaka, ugye április elején lesz egy kosztarikai felkészülési mérkőzés, és azért, ha jól számoltam, 3-4 újoncot fogok avatni. Most van ennek az időszaka, és azért vannak tehetséges fiataljaink, bizonyította az elmúlt időszakban az U21-es válogatottunk, és azért meg kell említeni, hogy a környékbeli országhoz képest az utánpótlás rendszerünk jóval felépítettebb, a versenyrendszerünk jóval fejlettebb, úgyhogy remélhetőleg a következő időszakban is jönnek olyan fiatalok, akiket be lehet építeni a válogatottba. Mennyire kell velük egyébként óvatosan bánni? Ugye van egy rossz példánk, a felnőtt válogatott, ugye most a nagypályás fociról beszélek, azért ott voltak ilyen próbálkozások, és nem vált be, vagy legalábbis nem jó úton haladt, vagy nem úgy, ahogy kellett volna. Nem jön ilyenkor hozzátok, és egy kicsit félsz, hogy hát akkor óvatosan bánjunk velük, nehogy akár a közvélemény is megtalálja akár a vezetőket, akár téged? Mindenképpen nem egyszerű feladat, azért a fiataloknak kell a hosszú távú bizalom, ugye nem csak labdarúgásban, hanem mostani kézilabda világversenyen is láttuk, hogy nem egyszerű a fiatalok beépítése. Ezért mondtam, hogy meg kell őrizni az egyensúlyt, tehát a válogatott törzse nem fog változni, és körébe megpróbáljuk beépíteni a fiatalokat, de mindenképpen számukra egy hosszú távú bizalomra van szükség. Egy picit térjünk még vissza a klubcsapatodhoz, milyen feladatok várnak most a közeljövőben? Ugye a harmadik hely az megfelelő lenne a végén is, vagy azért vannak egy picit vadabb elképzelések? Itt a kupagyőzelemmel bizonyítottuk azt, hogy velünk számolni kell. Ugye most jön egy középkör szakasz, amivel eldönthetjük, hogy melyik helyosztón fogunk végezni, szeretnénk előrelépni. Itt ugye vagy a Berettyó, vagy a Győrrel fogunk egy csoportba kerülni, mindenképpen valamelyik csapatot, amelyiket kapunk, meg kell vernünk oda-vissza. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és közben kiegyensúlyozott teljesítményt kell nyújtanunk, de hát a klub ezért igazolta le a Drót Zolit, ezért foglalkoztatunk két külföldi játékost, ezért van egyre több profi játékosunk, úgyhogy megcélozzuk azt, hogy bajnoki döntőt tudjunk játszani. Persze, hogyha dobogóra tudunk lépni, az se csalódás ebben az évben, de azért nagyobb álmokat szövegetünk. Hát sok sikert kívánok akár a klub, kupa, a csapat szerepléshez, és természetesen majd a válogatott munkához is. Köszönöm szépen, hogy beszéltél velünk. Nagyon szépen köszönöm.